Velkei Károly, a gazdagkör elnöke tanácsokat adott a növényvédelemről, a növények neveléséről, az igazolványok megújításáról. Ugye nehéz ilyenkor tanácsot adni, de inkább információkkal szeretnék szolgálni, mert aki gazdálkodik, az többé-kevésbé azért tud, de hát ugye minden év más. Az idei évtől természetesen remélem, hogy tudja mindenki, hogy a őstermelő igazolványokat meg kell újítatni, kártyalapú lesz. A falugazdásznál azt minden héten, szerdán 13-tól 16 óráig ezt meg lehet újítani. A új információ, hogy a növényvédelemmel kapcsolatos rendelet megváltozott, ez az úgynevezett 43/2010-es rendelet, amelynek keretén belül vizsgáztatni kell minden 200 liternél nagyobb és 200 literes űrtartalmú növényvédőgépeket be kell méretni, úgy, mint ez műszaki vizsga, gyakorlatilag ugyanaz, mint a gépkocsiké, ez 5 évre szóló pecsétet kap, illetve igazolást. Minden olyan gazdának, aki egyes kategóriájú növényvédőszert akar felhasználni, annak kötelező lesz növényvédő szakmérnökkel szerződést kötni, és az a NABIC-hez bejelentésre köteles. A szerződés haladék van a május 31-ig a bejelentéssel, de a szerződést egy évre szólóan kell megkötni a növényvédő szakmérnök kollégákkal. Új, olyan értelemben, hogy megújult a gazdakörvezetés, régi, új. A legrégebbi én maradtam, de van, hála Istennek, fiatal a Ficsor Árpád, a helyettesem, a Wolf Robi pedig vezetőségi tag, a pénzügyi csapat vezetője, Nagy István gazdálkodó, Horváth Jenő, valamint Tóth Gyula gazdálkodó kollégám. És a küldött közgyűlésen pedig egy fő fogja képviselni most Gödöllőn a gazdakört. A határba kint folyik gyakorlatilag a talajok előkészítése. A sok eső nem kedvezett a talajok kiszáradásának. Ez mutatja, hogy ha szétnézünk, még haraszti határában is belvizek vannak, és nem tudnak a talajra igazából rámenni a gazdák. A fejtrágyázás ezért késik. Illetőleg a korai burgonya kiültetése várható. A házi kertekbe pedig gyakorlatilag most már lehet vetni, ha megfelelően fölmerül, vagy megpirkadt a talaj otthon, borsót, zöldséget, spenótot. Ha valaki otthon akarja megnevelni a palántáit, akkor ilyen tejfölös poharakban megnevelhette a palántákat, de van lehetőség arra, hogy a Szent István Egyetem keretében működő kertészeti egyetemen az ökológiai gyakorlaton a György Fruzsinánál meg lehet rendelni a palántákat, akik ilyen hagyományos, régi fajtákból álló növényekből, tehát paradicsomok, paprikák, egyebekből állítanak elő palántát. Interneten elérhető a Fruzsina, és össze lehet állítani, ki lehet menni, ez itthon gyakorlatilag Soroksára tőlünk 10 kilométerre. A érdekesség még, hogy előrejelzést lehet elérni Zsigó György barátom, www.zsigógyörgy minden két hétben tart arról előrejelzést, hogy milyen növényi kártevők, károsítók ellen lehet védekezni, ami mind mondom, hogy most is a második ilyen így szerepelő növényvédelmi felhívás. Most szerepel, ami aktuális munka, a mecések, a régi ágak eltávolítása, megújítása, a levegősítétele, gyakorlatilag a gyümölcsfáknak. Erről majd bővebben Beleznai barátom fog beszélni, de most a lemosó permetezések időszaka is van. Erről a gazdaboltokban van kapható anyag, tehát főleg a olajos növényvédő szerrel kell permetezni, mészkénli, gyakorlatilag a Vectafid valamelyik változata, és a bordói lé,
megvan, hogy ezt a rügypattanásig el kell végezni, mert így a károsítókat, kártevőket egyszerűen gyérítjük, és saját magunknak csinálunk, úgy mondjam, könnyebbséget, megvédjük a növényünket, így egészségesebb élelmiszer kerül az asztalunkra. Ha valakinek talajfertőtlenítésre van szüksége, az is megoldható a furadán nevezetű talajfertőtlenítőszerrel. A gyepeknek a levegőztetése értem alatta a fűnek, tehát gerebével, vagy van, aki meg szokta hasogatni, azzal meg lehet csinálni. A fejtrágyázást ott is el lehet végezni ammonin nitráttal, a palánták alá pedig komplex műtrágyát, mert az lassabban tárul föl, lehet adni, és a későbbiek folyamán pedig kézzel természetesen gumikesztyűvel, amit én nem szoktam használni, lehet kiszórni. A tövéhez úgy, hogy lehetőleg ne pusztuljon ki. Lehet a régi avas, így mondom, hogy elhasznált leveleket, faleveleket össze lehet gerebjézni, komposztba be lehet rakni, illetőleg az ágakat, amit lemetszettem, ki lehet vinni a komposztálóba, ott szívesen fogadják a harasztiaknak, és ott, ha én nem tudom felaprítani, tehát ha a komposztba nem tudom berakni, oda ki lehet vinni tehát hétköznap bárhol, ehhez haraszti lakosnak kell lennem. Ami még érdekes, hogy kint a szántóföldön baktériumtrágyával lehet a talajnak a termékenységét, illetve a cellulóznak a felmontását gyakorlatilag elősegíteni a baktofillal. Ez technológiája egyszerű, megvan, hogy 2 litertől 5 literig is tényleg humusszá válik, és a szerves anyagtartalom nő a talajban. Idejébe kötelező minden olyan, sőt már tavaly is így volt, aki kukoricavetést csinál vetőmaggal, csávázott vetőmaggal, annak a deflaktort nevezetű berendezés, ez egy ilyen porelszívó, gyakorlatilag föl kell szerelni a gépére, mert általában a kukoricavetés idején virágzik a repce, illetve akkor már virágzanak a fák is, a méhecskék repülnek, és ettől a fölszabaduló úgynevezett növényvédőszer portól a méhek elpusztulhatnak, és ez kötelezővel mindenkinek, akinek nincs, meg vannak olyan növényvédőszer cégek, akik ezt felszerelik. Illetőleg maga a forgalmazó is felszereli ezeket az eszközöket. Ami még érdekes, hogy a parlagfű szokott problémát okozni, olyan technológiát kell választani a nap, ez főleg a napraforgóban, többi növénynél is előfordul, de ott szokott, amely gyakorlatilag kiküszöbölhető a parlagfű jelenléte, tehát Grand Star toleráns napraforgót, illetve a Clarafield technológiával való alkalmazása a napraforgónak, akkor ha jól végzem a munkámat, akkor, és mindenható még olyan időjárást is ad, akkor egyszerűen a parlagfű nem fordulhat elő. A útszélén az már a kaszálás, ugye egyrészt az önkormányzati feladat, valamint van még a temető, ahol a sírkertek mellett van, hogy olyan szer, amivel ki lehet elszórom is, tehát nem sóval, hanem van a garlon nevezetű akármilyen gyomírtószer, ami egész évben tisztává teszi. Otthon a gyepet, hogy ne gyomosodjon, az pedig a gyomstop nevezetű gyomírtószerrel, ami gazdaboltba kapható, meg lehet oldani. A szőlőkabóca elleni, amerikai szőlőkabóca elleni védekezés, be kell, az állam megtámogatja, hektáronként 8000 forinttal, március 1 és 15 között a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatalnál kell benyújtani, tehát a gazdag falugazdászon keresztül, és így meg fogja kapni a gazda a rovarellenes védekezést. Gyakorlatilag ez a lényeg ennek, hogy be kell iktatni a rovarellő védekezést, nem szabad megspórolni, mert máskülönben kipusztul a szőlő, óriási problémát okoz. Szerettem volna még beszélni az év fájáról és a rovarairól. A tavalyi évben volt az év fája a bátaszéki kisöreg molyhostölgy, amire mondjuk február 29-ig lehetett szavazni Európa fájára, reméljük, hogy ő nyerte meg. Ez a fa most az idén a mezei szilvan,
A madara az idén a haris, a tavaly a bubosbanka volt, a mezei tücsök az év rovara, és a mocsári lilium az idei vadnövényünk, úgyhogy ennyit szerettem volna még zárójelben. Az interjú után Bereznai Roland elkísért bennünket a terepre, ahol a különböző gyümölcsfák metszéséről és gondozásáról beszélt. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Itt állunk egy megyfánál, ami még hát sajnos nem fordult termőre, de egy-két termőrészét azért megmutatnám azért, hogy amikor otthon valaki metszi a gyümölcsfát, azt a részt véletlenül se távolítsa el. Nos, ilyen például a bokrétás termőnyárs, ami úgy néz ki, hogy itt látható, gyakorlatilag meg itt is, középen a hajtórügy, és körbe pedig a virágrügyek. Ezekből már termés várható, tehát ha fánkon, ha ilyet tapasztalunk, akkor azt semmiképpen se ne metszegessük le. Ez vonatkozik a cseresznyére és a megyre. Egyébként a cseresznyének és a megynek külön virágrügye és külön hajtórügye van. Tehát amikor a fát metszük, akkor a tömzsi nagy rügyeket semmiképpen se vágjuk le, mert hát az gyakorlatilag a termést is csökkentjük. A metszésről pedig akkor egy pár szót. Nagyon fontos a megynél és a cseresznyénél, hogy ne erősen metszük, amit metszünk, az ritkító metszés legyen. Például itt van most egy ilyen megyfa. Próbáljuk meg a koronát kicsit kiteríteni, hogy kevésbé fölfele, inkább terevélyesedjen. Ha három elágazás van egy ágon, akkor kivetjük például a közepét, és mindjárt terítettünk is. Általában úgy csináljuk, hogy kicsit teljes, tehát csonkot ne hagyjunk. A vékony és egymást keresztező veszőket, azokat eltávolítjuk. Tehát mérsékelten metszük, és hogyha muszáj metszeni, inkább toljuk szét 2-3 évre a metszést, mintsem, hogy odavágunk neki, mert az erős metszés erős hajtás növekedést okoz, de nem jár együtt virágrügy képződéssel is, tehát a termés is kiesik, tehát nem fog virágrügyet differenciálni nyáron, csak hajtás növekedés lesz, tehát mindenképpen megsínli a fa is, meg hát a termelője is. Nagyon fontos egy ilyen fiatal fánál, hogy ezt itt még egy kicsit lehessem, hogy a veszőket ugye vissza kell metszeni. Na de milyen erősen? Körülbelül azt mondjuk, hogy az egyharmadát vegyük le kifele álló rügyre a megynél. Tehát így kifele álló. Ez azt eredményezi majd, hogy ebből a rügyből, ami képződik hajtás, az kicsit kikönyököl, és akkor kifelé tolja a fa közepétől tulajdonképpen a koronát. Ezzel azt is elérjük, hogy a megvilágítás igencsak javul, és hát a gyümölcsérést az segíti. Itt csak egy pillanatig állunk meg, ez egy elkészült és megmetszett cseresznyefa. Ha ránézünk, akkor jól látható, hogy szintén szétterítve a korona kifelé, bizonyos fokig hagyni kell még fölfele növő veszőket is, ami majd esetleg a második ágemelet kialakításában nekünk segít. De amint látható, hát ki van ritkítva szépen, minden vesző vége vissza van vágva, a rügyek, kifele álló rügyek a veszőn, amik ugye, ahol meg lett metszve. Tehát ezt nagyjából így, ha ránézünk erre a fácskára, akkor egy ilyen 2-3 éves fát körülbelül ilyen formátumba kell elkészíteni tavaszi metszéskor. Itt állunk egy szilvafánál. Egyáltalán nem volt metszve még idén, és most, ha megnézzük, akkor rendkívül sűrű. Nagyon fontos, hogy kiritkítsuk. Azért is fontos, főleg ilyen fiatal szilvafáknál, hogy a megfelelő termőalapot, ami a következő évekre adja majd a termést, és azt biztosítja, hát kialakítsuk. A metszés szintén olyan megoldással történik, mint ahogy az előbb a megynél is említettem. Kicsit teríteni kell a koronát, hogy a napfény bejusson. A befele növő sűrű veszőket kivágjuk. Itt van például egy hármas elágazás. Azt kell csinálni, hogy talán még meg is lehetne hagyni, de a felső vesző közül ritkítást végzünk, úgy, hogy aztán utána egy háromat meghagyunk, és ami nagyon közel van egymáshoz vesző, azokból ritkítani kell, mert úgy kell nézni mindig a gyümölcsfát, hogy mi lesz akár 5-6 év múlva is. Ha nagyon sűrűn meghagyunk veszőket, azok mind megvastagodnak, és a végül egy olyan úgynevezett madárfészekszerű kinézet lesz, ami utána már teljes egészében előregíti a fát, és metszeni se, növényvédelmet se lehet normálisan végezni, tehát muszáj fiatal korban viszonylag
ritkítani, hogy hát utána aztán gondjaink ne legyenek. Jó? Így. Most ezeket a úgynevezett termőnyársakat, amit az említőbb is említettem, kell ritkítani a fa belsejében, de valamennyit meg kell hagyni, mert ugye azért ezen már lehetnek virágrügyek is. De mértékkel, mert például itt is egymást keresztezik, tehát ami befele nő, azért abból is ritkítani kell. Ha erre jövünk, akkor még itt is látható, amit átlátunk azért valamelyes. Megint kiemelem. Kiemelem és kifele terítjük a fát. Itt van egy bentről kinőtt idősebb rész, erre nincsen szükség, mert utána össze-vissza keresztezi az egyéb ágakat, és látható, hogy egy kicsit tisztult a korona, és azt gondolom, hogy hát még ezen lehet azért javítani, de nagyjából az elvek azok ezek. Itt vagyunk egy almafánál, gyakorlatilag a termőrészekről egy pár szót. Itt láthatók az úgynevezett dárdák. Az almának és a körtének, valamint a virsnek és a naspolyának, tehát az almás termésűeknek úgynevezett vegyes rügyük van. Ez azt jelenti, hogy a virágrügyön kívül hajtás is képződik ugyanabból a rügyből. Nos, itt látható nagyon jól ezek az úgynevezett termő dárdácskák. Ezen már virág és termés várható. Semmiképpen nem szabad lemetszeni ezeket, vagy ha lemetszük, akkor csak akkor, hogyha nagyon be van rakódva a fa, akkor bizony ritkítani kell. De mindjárt mellette látható egy másik nagyon fontos termőrész, az úgynevezett sima termőnyárs. Ez körülbelül ugye a 20 centi hosszú vesszőről beszélünk, és a végén ott a virágrügy. Jó, akkor elkezdjük, azt onnan majd valamit csinálsz. Az alma metszésénél arra kell nagyon vigyázni, hogy se szabad túl erősen metszeni, csak ritkítani a befele növő, egymást keresztező vesszőket, mert ha túl erősen metszük, szintén úgy járunk, hogy nagyon erős növekedést kapunk, és a termés hozás viszont lecsökken. Annyira kell azért vigyázni, hogyha viszont túlterheljük az almát, majd mutatunk erre egy példát is, akkor viszont a hajtás növekedés csökken le, tehát meg kell próbálni a hajtás növekedés és a termés hozás közti egyensúlyt fenntartani. Hogyha most itt ez a fa körülbelül olyan 5 év, 4-5 év körül van. Ugye itt volt egy vessző tavaly, azt lemetszettem, és mindjárt mellette nőtt egy szintén fölfele növő erős. Ugye az a kényszere a gyümölcsfának, hogy ő fölfele szeretne nőni. Nekünk meg az a kényszerítő erőnk, hogy széterítsük, ugyanis a széterítésnek az is a jelentősége, hogy mi, ugye, mint már ezt egyszer már régebben említettem, hogy minél jobban terítjük egy fának a koronáját és a veszélyt, a termőrügy differenciálódás annál erősebb lesz, tehát a vízszinthez közelítve. Most én azt gondoltam tavaly, hogy én levágom, ne nőjön fölfele, erre terítjük. Ez igaz is, megjelentek ugye a termőrügyek, a sima termőnyárs mindenhol, de azért bizony a felfele növő vesszők is megjelentek, ami újra próbálja magát kinőni. Itt szintén látható, hogy ezek a koronarészek rendben vannak. A vesszők végeit azért meg kell csípni, a felkopaszodás elkerülése véget, hogy a lentebb, a tőhöz közelebb álló rügyek hajtsanak ki. Ezekből a rügyekből egyébként ilyen dárdák fognak képződni, mert ha például ezt a részt itt megnézzük, tavaly ugye itt lett visszametszve, és azért a dárdák, a sima termőnyárs azokból a rügyekből, amik itt voltak a veszőn, azért kialakultak. Tehát ugyanez, ha ezt megcsináljuk egy ilyen vesző visszametszésével, a rügyekből dárdák, sima termőnyársak, tehát úgynevezett termőrészek fognak kialakulni. Ha a fa belseje fele megyünk, picit itt erre, akkor ott is azt kell látnunk, hogy végig tele van termő része, de valamennemű ritkítást azért kell végezni, hát az ilyen egymáshoz sűrű lévő veszőre gondolok, és hát meg ami befele nőnek, így, és szintén a veszők végeit kifele álló rügyre megmetszük. Körülbelül az egyharmadát, amint látható, de mint látható, végig be van rakadva dárdákkal, ezen mind virágrügy lesz, és hát valami termés is természetesen. Na most itt van például ez a felfele növő, és van egy oldalra növő. Most ugye, mint az előbbit mutattam, ugye itt ugyanezt csináltuk meg, fölfele nőt levágtam, oldalra kiterítettem. Most itt is meg fogjuk csinálni, a fölfele növőt levágom, ami persze nem biztos, hogy fog neki örülni, ezt egy kifelálló rügyre, és jövőre majd meglátjuk, hogy végül is aztán itt hol fog fölfele nőni, biztos, hogy fog felfele erős vesző is lenni.
azt önt meghagyjuk, de remélem nem törik le, nagyon óvatosan kell hajtani a ágakat, kicsit visszavágjuk. Egyébként ez az almafa valószínűleg egy erősebb növekedésű alanyra van szemezve, azért ilyen igen erős, intenzív növekedést is mutat. Itt állunk egy őszi barackfánál. Ennek a meccése is külön érdekesség. Először is megmutatnám, hogy milyen rügyek vannak az őszi barackon. Itt láthatók az úgynevezett hármas vegyes rügycsoportok. Ebből a két szélső duzzadtabb rügy virágrügy, a középső pedig hajtórügy. Az őszi barack meccésénél nagyon fontos, hogy mikor nekiállunk mecceni, először is vizsgáljuk meg azt, hogy az az adott fajta a vesszőn hol termőképesebb. Magyarán hol képzi a virágrügyeit. Vannak olyan őszi barack fajták, amik a vesző alapi részén, vannak olyanok, amik a középső részén, és vannak olyanok, amik a felső részén hozzák inkább a virágrügyüket. Most ez nagyon befolyásolja a vesző visszametszésének hosszúságát. De egy nagyon fontos, az őszi barack metszését úgy tudjuk jellemezni, hogy körülbelül olyan erősséggel kell csinálni, mint a szöllőt. Tehát itt nem szabad kímélni, az őszi barackot erősen kell metszeni, ellentétben az alma, a körte és a egyéb csonthéjas fajokhoz képest, mert ha ezt nem metszük meg erősen, hogy gyakorlatilag fölkopaszodik, fölnyurgul, és idő után elpusztul a fa. Általában az őszi barackot úgy metszük, hogy a katlan korona kialakítása miatt kifele terítjük ennek a koronáját is, és hát természetesen ritkítani kell, az apró, ilyen pici veszőcskéket eltávolítjuk, és minden egyes veszőt kifele álló rügyre vissza kell metszeni. Egyetlen egy veszőt nem lehet kihagyni, amit kihagyunk, az fölkopaszodik, és gyakorlatilag életképtelen, így amint látható. Itt igazából még ritkítani se sokat kell, mert elég szép távolságban vannak egymástól a veszők, azért időnként kiveszem. Az ilyen rövid termő nyársak is nagyon fontosak, ezeken is lehet egy-két szem barack, amit persze majd hát már május végén, júniusban fogunk látni. Azt is lehet egyébként, hogy az őszi barackoknál, mint a szőlőnél is, nem csak hosszú veszőket hagyunk, hanem egy-két rövid csapot is. A rövid csapnak ugye az a jelentősége, hogy azokból kifejlődő hajtásokat majd a következő évben szinte ilyen váltó metszéssel, mint ahogy a szőlőnél is, hogy rövid csap, hosszú csap, ezt itt is el lehet játszani, és igen hatásos az őszi barack metszése szempontjából. Hogyha jövünk tovább, itt van még egy koronák, teljesen jól látható, ahogy két évvel, három évvel ezelőtt itt metszettük, kifelő álló rügy, megnőtt idáig, hozott elágazásokat, utána tavaly megmetszettük, idáig jött, tehát szépen lassan terítettük a koronát, most eljutottunk idáig, de arra nagyon vigyázni kell, hogy azért nagyon távolodjunk el a fa tengelyétől, mert egy idő után annyira elmegyünk, hogy a termés súlya alatt, így megmozdítom, akkor szépen le tud törni a fa, tehát azért időnként visszalépéseket is kell eszközölnünk. Mikor ilyen elágazások vannak, kicsit azért kell visszafele szorítani a fa törzs, a koronája, illetve törzse felé a veszőket. Az egyiket levágom, a másikat pedig így. Ez most letermi magát, és valószínűleg, ha ezt itt egy kicsit rövidebbre visszavágom, jövőre ezt itt ide kell visszavágni, és ebből, ami innen a rövid részből fejlődött hajtás, illetve majd később vesző, arra ezt az egészet majd vissza fogjuk metszeni. Haladunk tovább, megint kifele álló rügyre, körülbelül az egyharmadát ugye vágom, akkor itt szintén, például ugye megint picit passzírozzuk a fát a középpont fele vissza, akkor ezt itt levágom, bár úgy tűnik, hogy szép erős és minden jó, de azért muszáj levennünk, kifele álló rügy, és ott vannak a virágrügyek, ezek majd már teremnek. Na, itt van egy olyan rész, ami meg viszont megint csak a fa habitusából adódóan szeret fölfele nőni. Megint csak ugye látható az éves visszametszések nagyon jól, de hogy ne szaladjon olyan nagyon föl, hát megpróbálunk most egy kicsit, szóval szívem szerint ugye meghagynám ezt, mert ez a legerősebb és a legtermőképesebb, de nagyon magasan van, tehát itt most ki fogjuk venni innen, és egy picit vissza fogom szorítani, ami hát kinézetre nem a legszebb, de a fa szempontjából ez azért hatásos. Úgy ezeket a termőrészeket visszavágjuk. Elképzelhető, hogy jövő évben ezt az egészet itt, ami leterem, ide vissza fogjuk metszeni. Egy lentebb képződött veszőre, hogy egy picit, ugye, amint említettem, szorítsam vissza a koronát.
tudni. Tulajdonképpen lehet egy kis ritkítást a befele növőkről, meg az ilyen idősebb letermett részeket azért el kell távolítani, és még egyszer hangsúlyozom, nagyon fontos, hogy minden vesszőt vissza kell metszeni az őszi varasznál, hát kivéve az ilyen rövid kis dárdácskákat, hát ezeket vagy levesztük tőből, vagy nem foglalkozunk vele. Inni, és akkor ritkítunk errefele is, az ott ugye már megvolt, tehát nagyjából így. Az ilyen idősebb részeket, ami már ugye egy évvel ezelőtt nőtt, és az arra még nőtt rá egy valami vesző, ezt általában ki lehet ritkítani, nem nagyon lehet erre már termést alapozni. Vékony is, hiába van rajta sok virágrügy, ez nem a termő alapot képezi. Itt vagyunk egy körtefánál. A körtének a termő részei az gyakorlatilag majdhogy nem ugyanolyanok, mint az almának. Egy-két kisebb eltérés van. Mutatok itt egy nagyon érdekeset. Itt van ez az úgynevezett termőbog, vagy termőkalács. Ez úgy képződik, hogy tavaly itt volt egy körte termés, és utána tápanyagtorlódás következtében meghastagodott ez a vesszőrész. Itt mellette szintén látható egy ilyen termőbog, remélem így alulról jól látszik. Ez gyakorlatilag tele van virágrüggyel. A körtének ugyanúgy, mint az almának, úgy már említettem, vegyes rügye van. Ezeket a termőbogokat el nem szabad távolítani, mert ezekből mindegyikből termést várhatunk. Itt is láthatók nagyon szépen, ezek jönnek elő a virágrügyek. A körtének a metszésénél a legfontosabb, hogy nagyon kell vigyázni, mert ha erősen metszük, akkor egyszerűen úgy ellendül a növekedésben, hogy utána szinte megfoghatatlan. Csak ritkítani szabad, és arra kell törekednünk, hogy minél előbb termőre forduljon. Ugyanis a termés az lefogja a hajtás növekedést, és utána már kénytelen ugye arra dolgozni, hiszen a úgynevezett fajfenntartás miatt ugye neki az a fontos akkor, és ezért aztán, tehát nagyon fontos, hogy nem etszük túl erősen. Amint látható, ez egy persze fajta kérdés is, ez egy erős növekedésű nyáru körte, az a neve egyébként, hogy Ferenc vérbelű körte. Gyakorlatilag ugye itt is látható, hogy nő fölfelé igen erősen. Mindenképpen vissza kell metszeni a felfele növő vesszőket, de nem nagyon erősen, csak körülbelül az egyharmadukat, reménykedve abban, hogy ezek majd szépen elágaznak, mert ha most visszalépünk egy évvel, ugye itt volt, ez volt két évvel ezelőtt vesző, itt vissza lett tavasszal metszve, látható, hogy fölül kihajtott két hajtás, és abból lett vesző, és azért az oldalain létrejöttek különféle termőnyársak, itt például van egy tövises termőnyárs, ami ritka a körténél, egy sima termőnyárs, akkor egy dárda, és gyakorlatilag ezekből mindegyikből termés lesz. Ez a vesző vissza lett metszve, és körülbelül arra kell számítani, mint ahogy ennél tavaly is, hogy itt az alsó rügyekből termőrészek fognak kialakulni. De ha azt tettem volna, hogy itt ezt a vesszőt mondjuk 2-3 rügyre metszem, óriási hajtásnövekedés produkál, és nem termőrészt. Ugye látható, mennyire vetszettem vissza tavaly ezt a tavalyi vesző, tavaly tavasszal, és itt vannak rajta a kialakult termőrészek. Tehát nagyon fontos, hogy mérsékelten metszük a körtét, és minél inkább várjuk azt, hogy termőre forduljon, ha megtehetjük, kötözzük le a vízszinteshez közelre az ágakat és vesszőket, hogy egy kicsit a termőrügy differenciálódást elősegítsük, mert az nagyon jó. A termőrügy differenciálódás egyébként augusztus folyamán van, tehát előtte kell megcsinálni, ha valaki meg tudja tenni otthon, szépen madzaggal és kipányvázva, mert akkor hát tulajdonképpen azt segítjük elő, hogy hamarabb teremjen a körtefa. A ritkítás itt is nagyon fontos, a befele növő egymást keresztező vesszőket természetesen azért ki kell vágni, és például itt is ugye, ahol ezt kicsit szétágasztatjuk, és ennél is, főleg fiatal fáknál muszáj a vesszők végeit visszavagdosni, de mértékkel, mert azért tudni kell, hogy a sima termőnyársaknak a végei azok virágrügyek, tehát levágjuk a következői termést is. De muszáj, ha valamennyire metszeni azért, hogy ne öregedjen el a fa, és valamint azért, hogy ne nőjön az égbe, és alul pedig ne kopaszodjanak föl a korona ágak. Jó. Míg így gyorsan megálltuk ennél az almafánál, az látható, hogy a sok termés következtében a hajtás növekedése leállt. Tehát ez a másik véglet, amikor bizony-bizony terem-terem,
korán termőre fordul, ez a ceglédi piros nevű nyári almafajta egyébként, és annyi termőrészt és dárdát hozott tavaly meg az előző években, hogy a hajtás növekedése szinte leállt. Hát sajnos ennél a fánál majd a meccést úgy kell elvégezni, hogy bizony-bizony termőrészeket is el kell távolítani, mutatom is hogyan, hogy valami kis hajtás növekedést produkáljon az elkövetkező évben, mert bizony-bizony tönkre fog menni. Tehát hát azt mondhatni, hogy halálba termi magát. Szegény, és hát ezért erre vigyázni kell. Tehát fontos a meccés, nagyon fontos, hogy ne erősen meccük, de a gyenge meccés is kárt okozhat. Az a helyzet, hogy ez egy olyan erősen és jól termő fajta, ez a ceglédi piros, hogy hát előfordulhat vele ilyen is. Tehát itt azért az erősebb meccéseket most mutatom, hogy meg kell csinálni, mert egyébként ebből a fából egy év múlva kipusztul fa lesz valószínűleg. Tehát nem minden a termés se. Így. Itt vagyunk a kajszinál. A kajszi meccéséről annyit, hogy mint már régebben is említettem, nem kifele álló rügyre, hanem befele álló rügyre meccük mindig, azért, hogy a bókol, tehát az, hogy mikor bókol a vesző, ne érjen le a földre. Tehát itt van a vesző, megmeccük, gyakorlatilag az alsót, ami a földre lemenne, azt így, és ez a fölfele álló rügyről képződött hajtás, ez gyakorlatilag megfelelő termő részt fog biztosítani a fának. Láthatók a termőrészei a kajszinak, ezeket esetleg lehet ritkítani kicsit, de általában tele van virágrüggyel a kajszinak, a rügyei egyébként külön van hajtórügy és külön van virágrügy, tehát ezt szerint kell kezelni. Nagyon fontos, hogy a veszők végeit itt is ilyen fiatal fáknál, meg egyébként is körülbelül egyharmadára, felére metszük vissza, de nagyon fontos, itt is látható, hogy bizonyos fajták virágrügyeiket vagy a tövinél, a vesző tövinél, vagy a végén hozzák. De például ez a fajta, ez a virágrügyeket a vesző végén hozza. Hát ez látható is, most ezt itt levágjuk, gyakorlatilag levettük a termést. Hát mértékkel kicsit a végét vissza lehet csipkedni, de muszáj, hogy termést hozzon, ezért vigyázni kell nagyon. Itt látható viszont egy fölfele növő hosszú vesző, és amint látható, egész ha kicsit közelebbre jövünk, ott már jönnek a virágrügyek, és bizony a tövinél semmi virágrügy nincs, és itt van a végén a sok virágrügy. Hát ezért ugye kompromisszumot vállalva valamennyit leveszünk, de hagyni kell rajta. Nagyon fontos tehát, amikor metszük a fánkat, hogy vizsgáljuk meg, hogy milyen virágrügy képződés jellemző az adott fajtára. Itt is láthatók a dárdák, még véletlenül se szabad ezeket eltávolítani, mert ezekből mindből virág lesz és termés. Nagyon fontos tehát még egyszer, hogy befelálló rügyre metszük a kajszit, és ugyanúgy, mint a többi gyümölcsfánál, ritkítjuk. Na még egy nagyon fontos dolog, ide próbálok jönni. Bent a fa belsejében, ahol ezt tavaly ugye vízhajtások voltak, most fattyúvetszőnek nevezzük, ki kell ritkítani, de a ritkítást úgy kell végezni, hogy az semmiképpen se legyen túl erős. Általában az ilyen sűrűn kihajtott részeknél 2 év alatt lehet eltávolítani mindent, mert ha most mindet levágnám, akkor dupla ennyi képződne jövő őszre. Meg kell próbálni úgy eltávolítani, hogy inkább azokat, ami nagyon fölfele nő, például itt ezt, és aztán majd jövőre a többit. Azt is lehet, hogy ezt a befele és felfele nőt, bocsánat, ezt egy kicsit visszavágjuk, hogy azért ne nagyon nőjön tovább, és akkor majd meglátjuk, hogy jövőre tulajdonképpen mit produkál. Bocsánat, ezeket a számba is belement a vesző. Na, hát körülbelül így is. Tehát az a fontos a kajszinál is, hogy a napsugárzás bejusson a korona belsejébe, ugye a gyümölcsérés elősegítésére.